földmérés a legősibb tudományok egyike. Már az őskorban a barlangrajzok között vélhetünk felfedezni térképszerű ábrázolásokat. Föníciaiak közvetítésével került Egyiptomba ez a tudomány. E tudomány mai középfokú műveléseit Pécsen a Polák Mihály építőipari szakközépiskolába történik 1999 nyara óta. A képzés 1735-re tehető első iskolarendszerű képzése Selmecbányán. A középfokú képzés 1967 óta iskolarendszerű, Pécsen kezdődött meg 1967-ben, majd az ország több városába, mint Budapesten, Miskolcon, Békéscsabán és Szombathelyen képeznek ma középfokú földmérőket. 1990. január 1-je óta az országos képzési jegyzék szerint történik a középfokú földmérő szakképzés. Ennek a középpontjában továbbra is a földmérő technikus, illetve a térképész technikus képzésünk áll, ami csak iskolarendszerben és az előemlített 5 szakközépiskolában valósul meg, mégpedig 5 év alatt. Ezen kívül az élethosszig való tanulás jegyében is megjelenik több szakképesítésünk, érettségére épülve, tehát az érettségzeteket várjuk, a fotometriai kiértékelő, a földi számítógépes adatkezelő, az ingatlan nyilvántartási ügyintéző szakképzésünk keretében, illetve még a térképtáros, aminek az új neve a digitális térképkezelő lesz. A továbbtanulási lehetőségek még a felsőfokú képzés előtt megjelenhet az akreditált felsőfokú szakképzés. Ennek jegyében az 5 szakközépiskola is, közte a Polák Mihály építőipari szakközépiskola is, regionális képzési centrum, tehát az egész régióból várjuk azokat az érettségizett fiatalokat, akik nem akarnak tovább tanulni felsőoktatási intézményben, de felsőfokú szakképzést szeretnének nyerni. Ők mérnök asszisztensek lehetnek 2 év alatt, mégpedig földmérő mérnök asszisztensek, földrendező mérnök asszisztensek és téri fogó mérnök asszisztensek. Miért választottad ezt a szakmát? Az igazság az, hogy nálunk ez már családi hagyomány, mert az öcsém is ide jár, és anyukám is, anyukámnak is ez a szakmája, és innen. Igazán azokat a fiatalokat várjuk földmérőnek, akik romantikára érzékenyek, akik a matematikát ismerik, bizonyos rajzi készségeik is vannak. Másrészt belátják ennek a szakmának a hatalmas perspektíváit, hatalmas lehetőségeit, hiszen térképet rajzolni, földet mérni, épületkitűzését elősegíteni, mind-mind olyan feladat, amely hosszú évtizedekig, azt nyugodtan merem mondani, hogy évszázadokig jelent még munkát az embernek. Romantikát hogy értette? Úgy értettem, hogy autóra kell ülni, ki kell menni a mezőre, látni kell a határt, keresni kell egy jegényefát, keresni kell egy tempontonyot, és mérni kell. Tulajdonképpen egyfajta romantika, vagy romantika iránti vágy nélkül ez nehezen megy. Ez nem meleg szakma, mint ahogy azt tapasztalták is a felvétel során. Szóval itt a természet körülményeinek az ember munka közben kivantéve. Nem nehéz a csomagod? Nem, egyáltalán nem nehéz. És nem fázol? Hát, nem. Most mit fogok csinálni? Most magasságmérési feladatot fogunk végezni szintező műszerrel. Ez mire való? Arra, hogy egy ismert pontról egy ismeretlen pontnak a tengerszint feletti magasságát meg tudjuk határozni. Hogy jutott eszedbe ezt a szakmát választani? Hát nekem erre van egy sztorim. 8-os voltam, és éppen mentem le az udvar, és észrevettem, hogy a házunk előtt valaki áll 3 lábú műszerrel. Hát gondoltam, kimegyek, megkérdezem, mi volt ez. És azt mondta, hogy ő földmérő, és a sulimba érdeklő, hogy biztos, hogy tudnak valamit mondani. Hát bementem az iskolába, osztályfőnököm tájékoztatott róla, hogy még van nyílt nap lehetőség. Elmentem, és itt vagyok. Igazgató úr azt mondta, hogy ez a szakma romantikus. Szerinted miért? Hát romantikus végül is annak, aki telepen dolgozik, mert szép tájakon is dolgozhatunk. Mi a dolga egy földmérőnek? Hát dolga a térképkészítés általában, szóval ez a legfontosabb dolga. Itt különböző, például
álszhelyek kitűzése, azonok bemérése, és ezek elhelyezése szintén a térképen. Nektek itt a suliban milyen óráitok vannak, ami a szakmával kapcsolatos? Földméréstan, gyakorlat, topográfia, jogi és elmigazgatási ismeretek, fotogrammetria. De hogy jogi ismeretek a földméréssel kapcsolatban mit tanultok? Hát ingatlan nyilvántartást, és a jog alapvető szabálya is fontosak. Van nehézsége ennek a szakmának? Hát a szakma az alkalmazott matematika, tehát a matematikát azt nagyon kell tudni, mert azon alapul az egész szakma. Gondolom precíznek is. Persze, persze. Hát a térképkészítésnél nagyon precíznek kell lenni. A földméréstan tantárgy keretében a gyerekek megtanulják az alapvető magasságmérési feladatokat, a részletmérés különböző feladatait, a földmérési alaptérkép készítésének technológiáját. Elmondhatjuk, hogy az iskolánkban ez a képzés magas technikai és technológiai szinten történik, hiszen különböző pályázatok lehetővé tették számunkra, hogy korszerű műszereket tudjunk vásárolni, és tényleg elmondható, hogy csúcs technológián tudjuk tanítani a gyerekeknek ezt a számunkra nagyon csodálatos szakmát. Ez egy Leica Vuel GPS 300-as rendszere, kettő frekvenciás, 9 csatornás. Azt jelenti, hogy maximálisan 9 műholdat tudunk fogni, ami az égbolton van. Globális helymeghatározás, az amerikai műholdakat fogjuk a NASTAR. A helymeghatározó képessége az fél centiméteren belül van, a geodéziai helymeghatározó. A differenciális GPS-be, tehát párba használjuk őket, akkor a két egységnek a távolságát 3,1 mm-re tudja meghatározni. Ennek a ható távolságban 30-40 km, attól függ, hogy az időjárási viszonyok mind a két helyen egyformán legyenek. Minimálisan 4 műhold kell a hely meghatározáshoz. Ez a műszer többféle mérésre alkalmas. Egyszer alkalmas egy statikus mérésre, ahol leállítjuk, és mindegy negyed óra, 20 perces meghatározással alapon sűrítési pontosságot el tudunk érni. Ennek a pontossága az már a 2 mm-es koordinátát vetekszik. Az autóra föl lehet szerelni, hogyha az antenna magasságát meg tudjuk határozni, akkor az autót menet közben tudja nem csak navigálni, hanem geodéziai helymeghatározást tud végezni. Mint egy bármilyen hosszávint vagy területszintezést el lehet vele végezni. Ennek a pontossága centiméter környék, 5 cm-en belül van, illetve tud egy navigációs mérést, amivel bármilyen geodéziai pontot, bármit fel lehet keresni, aminek be lehet állítani a koordinátait, és azzal tudni bennünket navigálni. A továbbtanulási lehetőség, mint minden más középiskolai végzettségnél bármi, de természetesen a főiskola igazán azoknak a lehetősége, akik a középiskolai tanulmányokat jó szinten folytatják, és akik a középfokú képzettségnél, a technikus képesítőnél többet akarnak elérni. Mit fogsz csinálni, ha befejezted a sulit? Hát miután itt letechnikusiztam, utána Pollákra szeretnék menni településmérnöki szakra, mert annak sok köze van a földméréshez, és ott szeretném folytatni a tanulmányaimat. Tavaly már felvételiztem a székesfehérvári főiskolára, és szeptemberben azt szeretném elkezdeni. Mi szép ebben a szakmában? Hát én azt szeretem benne, hogy kin vagyunk a természetben, ott méregetünk, dolgozunk. Változatos, és nem mindig ugyanazt csináljuk. Nincs két ugyanolyan munka soha.